A mai adásban a jig-horgokat, vagyis hát a jig-horgoknak a kiválasztásának szempontjait nézzük át. Tartsatok velem! Egy újabb kérdésre próbálok válaszolni, mégpedig az, hogy a horog mérete a jigelésnél milyen legyen. A súlyra már kitértünk, de a horog méretére még nem érintették, úgyhogy ha úgy tetszik, ezt folytatom ezt a történetet. Mik a nehézségei? Idézőjelben, tehát aki tudja meg érti, hogy kell választani, annak ilyen jó, hát mit beszélt az ember, azonban azt tudomásul kell venni, hogy senki se úgy született, én sem, hogy kapásból így tudom, hogy mi a helyzet. Vannak ezek az apróbb csalik, mint ez a L&K kis floating csali. Hát ez egy 5 centis, ettől még vannak kisebbek is egyébként. De hogyha megnézzük mondjuk a kedvenc csalimot, akkor íme a Power Kick, ami nem is annyira brutálisan nagy egyébként, de ez a Power Kick azért egy egész nagy méretet képvisel, közel 10 cm-es, és hát ha összehasonlítjuk a kettőt úgymond, azért láthatjuk, hogy tehát ehhez nem ugyanez a horog kell. Mondjuk, hogyha megnézem, így kapásból kiszedtem, ez egy 6-os méretű horog, ez most 1 grammos, itt a tiszatavon vannak szituációk, mikor akár a mélybe is kellhet ez az 1 grammos egyébként, ha megfelelő zsinórral horgászunk, de ezt meg kell néznitek egyébként az előző sorozatot a horog fej kiválasztásához, akkor talán jobban fogjátok érteni, hogy miről beszélek. No, íme, ez a horgunk. Talán valamennyire látszik, hogy mondjuk ha ehhez nézem, szerintetek ehhez jó, lehetetlen, mert ugye, ahogy nézzük, középen kell megbetűzni, úgymond egy ilyen féregtestű csalinál a horgot, és ha ezt belerakom, fölrakom, megpróbálom fölrakni, heckedvér, fel sem bírom rakni egyébként szerintem, akkora, na hát, így sikerült, tehát a horoghegyen szólt bocs, de nevetséges, tehát ez így nagyon nem jó. Viszont, ha megnézzük ehhez meg teljesen jó lesz, megnézzük, hogy hol a háta, ennyi, beletűzöm középen, és szépen végig húzom. A legjobb egyébként én úgy szoktam, beletűzöm eddig, és akkor megnézem, hogy meddig tart kávé, eddig kellene végig fűznöm az egész testen, durván addig végig húzom, és ott tűzöm ki. Mindjárt megmutatom, hogy akkor hogy is fog ez kinézni. Nézzétek meg. Tehát ez egy nagyon szépen, legalábbis én úgy gondolom, egy nagyon szépen föltűzött csali lett. No, de ez megvan, másikhoz mi kell, illetve milyen szempontok vannak még. A másikhoz természetesen másik horog kell. Ha megnézzük és összehasonlítjuk, akkor ezt is látni fogjuk, hogy itt a fish head, tehát ilyen halfejes variációt veszek elő. Ehhez a csalihoz, na ez megint, ez egy lehetetlen, egy idióta dolog lenne egy ilyen csalit rárakni, viszont ehhez már éppen megfelelő. Itt is megmutatom, ráadásul a Power Kicknél van nagyon jó kis segédvonalaink, és itt a hátán van egy vágás végig, illetve hasán ez a rész. Annyi a dolgunk, hogy mutassam, hogy miről beszélek, szépen beletűzöm. Látjátok, megint elértem arra a részre, hogy a
feje benne van. Látom, hogy itt, látjátok, ha megnézzük ezt a vonalat, átvetítjük emide, akkor körülbelül ez a kivágásnak a, inkább az alsó részénél, tehát ha átnézem a túloldalra, középen vezessem, az nagyon fontos. Átnézem a túloldalra durván, kitűzem ezt a részt, ez nagyon fontos egyébként, hogy ez csak ilyen kampós. Felhúzom, és hát nézzetek meg, hogy milyen szépen, ha kell, akkor akad ez a horog, illetve talán ehhez meg azért még nagyobb egy picivel nagyobb horgot raknék, ez olyan alsó határnak mondom egyébként, ezt a horgot, mert azért, hát én úgy szoktam, hogy a feléig, van, hogy kétharmadáig, tehát nem szabad túlzásba esni a horog nagysággal, de ezzel már el lehet horgászni, ettől ez egyébként, hopp, hova raktok, ez egy 2-0-ás, mondjuk egy, ebből a horog méretben egy 5-0-ás is elmegy egyébként. Van a másik horgom, amit szoktam előtte szeretettel használni, annak egy picit más a méretezése. Tehát nem azt kell nézni, hogy horgászpiacon, hogy 1-0-ás, akkor mindenből 1-0-ás kell. Különböző gyártóknak különböző méretek vannak. Hát ez nem mi tehetünk, vagy nem én tehetek róla, én is szeretném egységesíteni, de ez van, ezt adták meg a gyártók adatnak, úgyhogy ez egy 2-0-ás jig-horogban van benne, ezzel látjátok, tökéletes összhangban van egyébként ezzel a jig-fejjel ez a test, és amíg tovább megyek egy picit, még egy plastik csalit megnézünk, és azt is felrakjuk, hogy azt is tudjuk, hogy ezek a féreg testű csalik voltak, tehát ez egy ilyen hengeres, kerek csali, sűrű boltázat, azonban vannak ez a nagyon népszerű floating set például, az LNK kínálatában természetesen, de lehetne más gyártó is, aminek van ilyen sad formája, de piszok jó ez a plasztik egyébként, nagyon-nagyon szeretem, és nagyon sok alatt fog, nem csak én, más is, ti is fogtok vele, ezt tudom. És ha megnézitek, akkor még egyet mutatok, tehát így mellé rakjátok. Így mellé rakom szépen, és akkor látszik, hogy ez is pont olyan határ eset. Nem látok itt mellettem nagyobbat. Mindegy, most engedjétek meg, hogy ezt rakjam föl. Itt meg az a lényeg, hogy ha mellé rakjátok, hogy talán az a legjobb, ha úgy képzelitek el, hogy ez az alsó részét nem rakjuk hozzá, mintha egy hengeres lenne. Tehát amilyen széles, általában nem túl szélesek ezek a csalik, a csali annak a felének a fele távolságba betűzzük az orrába, úgymond, és akkor végigvezetjük ugyanúgy, megállok fele, mert én már rutinszerűen tolom végig, tehát itt látom, hogy itt az a pont, ahol ki kell vezetni a horoghegyet, itt megfogom egy picit, itt bököm ki a horoghegyét, vigyázva arra, hogy központosan legyen, mert akkor ilyen féloldalas lesz, bár van, hogy az a féloldalasság kell hozzá, hogy ilyen bután vezetődjön ez a plastik csali, és látjátok, hogy tökéletesen, központosan van vezetve a csali. És hát ennyi. A horog kiválasztás igazából nagy bonyolult dolog. Kell hozzá a plastik, az alkalmazni kívánt plastik mérete, talán még formája is, és az határozza meg, hogy mekkora horgot használjunk. Tehát hiába horgászunk nagy ragadozóra egy ilyennel, nem bírunk nagy horgot felrakni, mert lehetetlen. Illetve pici horogra nem rakhatjuk ezt a típusú csalit. Ez körülbelül olyan ideálisnak mondható. Itt is lehetne egy picivel nagyobb, tehát ilyen feléig látszik, hogy nem véletlenül rajzoltam így meg úgymond ezt a plastik csalinak a formáját. Hogy látjátok, hogy ez szinte feléig dolgozik, úgymond egy álló vizen, egy lassúan áramló vizen, illetve nem látjuk sokszor a sodrászban sem, hogy lent milyen viszonyok vannak. Ez gyönyörűen dolgozik, gyönyörű nagy korongfarka van, és hát ha ide nem is bírjuk beletűzni, tehát nem is véletlenül van ez a nagyon-nagyon vékony rész,
De vannak olyanok, amikbe bele tudnánk vezetni, tehát nem az LNK márkáról beszélek. Azt se szabad végigvezetni, mert elbutítjuk úgymond a magát a csalit, hogyha ezt megtesszük, és hát nem az a célunk, hanem hogy egy jól feltűzött, kívánatos, halnak is kívánatos plastik csalit kínáljunk fel. Úgyhogy itt van, nézzétek meg, horog kiválasztás feléig, esetleg kétharmadáig, de ezeknél a sedeknél inkább előrébb, tehát ez mondjuk nagyjából, ettől kisebbet nem raknák föl egyébként. Tehát az már kicsi lenne számomra. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ismét a mostani videót. Kérdésetek van, tegyétek fel rá bátran, hiszen ez a videó is bizonyíték arra, hogy ti megkérdeztek, én válaszolok a kérdéseitekre, ha tudok ilyen videóformában, ráadásul, amiben talán informatívabb a dolog. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ismét. Találkozzunk jövő héten, szerdán 20:30-kor, de előtte felhívom figyelt, mert hogy iratkozz fel a csatornámra, vagy nézd meg más régebbi videómat is. Sziasztok!